Rendőrség! Rendőrség! Törvény nevében nyissa ki! Ez az elfogásról készült felvétel a Baranya megyei rendőrfőkapitányságtól, ami tavaly júniusban készült Siklóson. Három szemét vettek őrizetbe, akik fogva tartottak egy idős nőt évekig. Az ügyészség most emelt vádat ellenük. Egy házaspár és egy ismerősük a vádlottak, akik közül a férj különböző társkereső oldalakon keresett időszemélyeket, akik később áldozataik lehetnek. Így ismerkedtek meg az akkor 77 éves idős hölgyel, majd ezt követően üzenetváltás alakult ki a hirdetés feladó vádlott, illetőleg a hölgy között. Ennek során őt Pécsre csalták. Mikor megérkezett Pécsre, ezt követően a három vádlott az idős hölgyet Siklósra vitte, majd itt mindenfajta eszközét, okmányát, telekommunikációs eszközeit elvették, és tulajdonképpen fogva tartották a lakásban. Csak a vádlottak felügyelete alatt mehetett ki a házból, a bankkártyáját elvették, erről mintegy 3 millió forintot vettek le. Áruhitelt is vetettek fel az idős áldozattal, 1 millió forint értékben vettek ebből eszközöket maguknak. Az áldozat lakását is eladták, aminek vételárát szintén magukra költötték, de máshogy is kihasználták az idős nőt. A vádlottak egyike szexuálisan is közeledett a sértett felé. Az elkövetőknek a cselekménye több rendbeli bűncselekménynek a megállapítására alkalmas. Itt többek között a személy szabadság megsértésének minősített esetét, személyremsértés, csalást, szexuális erőszakot is elkövettek. Ezek közül a legsúlyosabbnak a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés, azonban a halmazatra tekintettel akár 12 év szabadságvesztés is kiszabható. Az 50-es éveikben járó házas pár és a 60 éves segítőjük jelenleg előzetes letartóztatásban vannak. Az áldozat fogvatartása alatt többször próbált elmenekülni, de a vádlottak mindig megtalálták és visszavitték. Úgy tudjuk, hogy végül sikerült segélykérő leveleket feladnia a rendőrségnek, rokonainak. Így 3 év után 80 évesen kiszabadították fogságából a baranyai rendőrök.